Sziasztok, Krisztián vagyok az Evobike-tól, és itt állunk az Eurobike kiállításon 2017-ben, hogy a 18-as újdonságokat bemutassuk, mégpedig az egyik kedvenc táskamárkánkról lesz most szó, az Ortlibról, ugye, aki jól ismerten Németországban gyártja a vízálló heggesztett táskáit, ráadásul 5 év garanciával. Na most itt a túramodelleket látjátok, ami érdekesség lehet, hogy a legnagyobb túratáskájukból, a Travelből, amit itt látunk, ami ugye párban már 35 plusz 35 kétszer, ugye a két oldalsó, plusz még a 4 literes bővítés, tehát 70, majdnem 80 liter, 78 literről beszélünk, abból lesz új szín. Tehát szürke-fekete, piros-fekete és sárga-fekete. Ennyi változás történt, ez itt látható konkrétan ez a táska. Ez is sokat számít, hiszen nem léteztek eddig ebből a táskából színek, mondhatni csak kettőféle, most viszont van. A többi modellnél is inkább csak színben van változás, amit itt láttok a túra modelleknél. De ezen kívül módosult a kormánytáska kérdésköre, amit itt láthatunk. Ebből is nagyon sokféle modell volt eddig is. Nem szűkítettek rajta, és itt is megjelentek új színek. A munkába járáshoz az office vonalat egy kicsit finomították. Nagyon minimális a változás, nem számottevően látszik, egy-két varázs, más, hogy záródik a táska, más megoldásokat választottak. Itt igazán ami érdekes az, hogy megjelent belőle egy több új szín, ami, hát nem tudom így mennyire adja vissza a videóban, de élőben gyönyörű szép, tehát ilyen nagyon-nagyon kékes színű megoldás. De ha itt vagyunk az Ortlib standján, akkor nézzünk körbe. A professzionális magashegyi hátizsák, azt ugye már jó ideje ismerjük, és jó ideje létezik is. A városi szériából ugye kérhető egyenlően csak Németországban, német nyelven, de kérhető egyedi nyomtatású táska. Tehát a saját általunk kitalált grafikát is kérhetjük egy ilyen táskára, természetesen olyan, hogy vízálló, vízmentes és heggesztett madazsák. Ami viszont elég nagy újdonság, ugye főleg az északi országok követelték meg, az a PVC mentesség a táskák esetén, amire egy teljes modell család lett felépítve. Az itt látható, amit annyi fog megkülönböztetni. A modellek maguk ismerősek, tehát ezek az első hátsó táskák, a kormánytáska, a rekpek, ez mind létező táska volt. Annyi a különbség, hogy oda került egy pici kis free. Tehát az összes modell ezzel a nagyon kicsi kis finomítással lesz megkülönböztetve, ami azért nagyon fontos, mert hogy az északi országok egy picit már komolyabban veszik ezt a ökológiai láblenyomatot, a károsanyagok használatát, és ezek a táskák 100%-osan PVC-mentesen készülnek. Most a szuperzöldek vagyunk jelligével, persze zöld színben, de hogy létezik ez a modell család más színben is, mint például itt láthatjuk, hogy a kormánytáskában van fekete, kék-fekete, és ez a mindjárt mutatom milyen szín, ami itt az üldögélő csoport mögött lesz látható. Itt van, tehát én azt mondanám inkább, hogy ilyen keki mustárszín. Ebből is létezik PVC-mentes változat, hiszen ott van a free felirat, mint látjátok. Ami újdonság még, ez a túra hátizsák, amit itt látunk feketébe, illetve ott hátul sárgában. Ilyen modell tulajdonképpen nem is létezett az Ortlibnál. Tehát ez annyira új, hogy nem létezett. Összességében nem. Expedition Travel Bags néven lesz. Azért nagyon fontos, nagyon jó pántrendszert kapott, nem az alappántrendszerem, vagy kényelmetlenül éppen csak tudjuk vonszolni a hajótól a terepre járóig, hanem tényleg egy túrázhatóbb hátizsák, nagyon ellenálló, le van védve ilyen kordura, külső erős szövésű anyaggal, tehát hogy egy kicsit sziklásabb terepen kell használnunk, azt is bírni fogja, ezzel sem ez probléma. Úgyhogy egy nagyon jó kis expedíciós zsákot kaptunk, ráadásul, mint itt látjátok, különböző kis zsebekkel, opciókkal, ez még tovább bővíthető. És még mindig nincs vége az újdonság szériának, ugyanis az Urban Line-ban megjelent egy új modell, ami
mondhatjuk azt, hogy nem is volt eddig elérhető. 15 literes Urban Line kis hátizsák. Ugye a 20 literes az eddig is létezett, bár nem mindezett ki. Most kapott egy kis testvért, 15 literes, amit itt láthattok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű kidolgozás, nagyon jó hangulat, és ennek ellenére, hogy sokkal inkább városi az egész zsák, ugyanúgy tudja azokat, amit az ortotip zsákoktól megszoktunk. 5 év garancia, teljes vízállóság. Tehát ezek a táskák pontosan ugyanúgy heggesztett modellként készülnek, mint az összes többi ortotip táska. Na most itt látható, másik színben, a nagyobb testvér, ez a 20 literes változat. Kávészínben, szürkében és ebben a mondanám ilyen óceánkék színben elérhető ez a család. Akkor a Velocity Design, ugye abból új mintákat kapunk, itt látható mindjárt az egyik, ami nagyon jó néz ki. Ott látható további modellek, és ami még érdekes lehet, a Bicycle Bags with a City, ez a Backroller Design. Ebből is van több új szín és modell, és itt még egy érdekesség történt, mégpedig, hogy nem vagyunk kötelesek párban vásárolni a táskát, hanem most már végre vásárolhatjuk ezt egy oldaliként. Tehát a városi rohangáshoz nem mindig indokolt 40 liternyi táska, megtehetem azt, hogy veszek egy design modellt, csak 20 literben egyik oldalra. Az a város volt a kérdés, elég, ha hátra a csomagtartóra rakasztom, nem fogja félrehúzni a kerékpárt. És akkor a bikepacking szisztemben van még egy pici újdonság, hogy különböző méretű az üléscsőre készített, a váztáska, a kormányra készített és az első táska, és megjelent egy teljesen új modell, ami egyáltalán nem volt eddig. Ez a cockpit pack. Jó, 50 eurós árról beszélgetünk. Viszont ez is mindenféle adapter nélkül gyors rögzítéssel rögzíthető, és akkor itt kéznél lehetnek az apróságaink, akár menet közben ki tudunk venni belőle bármit, hogy szükségünk van rá. Tehát az a jól dédelgetett bikepacking rendszer, ami országonként hol nagyon sikeres, hol kevésbé, az folyamatosan bővül és frissül. Köszönöm szépen a figyelmeteket, rövidesen további újdonságokkal jelentkezünk az ortotip házatájáról és egyéb márkáinktól is. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!